Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá Benis című sorozatunk negyedik epizódja. És akkor vágjunk is bele a játékba, remélem, hogy engedi, tökéletes, és őt fogjuk beindítani. Ugye továbbra is Oszkov nevezetű városunkat próbáljuk megépíteni, és... van itt egy olyasmi problémám, hogy először is állítsuk meg az órát. Egy picit hangos a játék. Olyannyira, hogy nem hallani a zenét. Aha, visszament az új, illetve a... Most már jobb lesz? Azt gondolom, hogy most már jobb lesz a dolog. Na! Előző adásunkban ugye ott hagytuk abba, hogy az iskolát szeretnénk, ha megépítenék a csapattagjai, csak hogy a kő az egyelőre még nem áll túl jól. Viszont a kvarri már elkezdett működni szépen. És... a mező is elkezdett dolgozni, viszont ugye a favágásnál belehaltak az embereink, remélhetőleg azért már nem fogjuk a problémát elkövetni. Mondjuk volt most egy pár darab kő itten, ugye a kút is megvan, azzal ugye megoldódnak az olyasmi jellegű problémák, hogy tűz ne legyen olyan pusztító. És ha jól látom, akkor működnek a halak is. Illetve jönnek a halak is. Remélhetőleg idehozzák, mert itt most nagyon nagy gondok vannak. És úgy látom, hogy igen, szerencsém van, pont idehozta. Viszont itt van egy másik nagyobb problémám, hogy itt is van kaja probléma. Na mindegy, minden esetre a városkánkat így elkezdtük építeni. És hát remélhetőleg most ránézek egy kicsit a létszámra. Egyelőre úgy állunk, hogy... hát igen, a kőfejtőre küldtünk 3 embert. Egyelőre még kevesen vagyunk. A horgászat pedig ugye 3 emberrel dolgozik. Hát igen, most egy kicsit a létszámon kéne emelni, hogy minél gyorsabban tudjunk fejlődni. Például a favágók, illetve a favágási birodalmunkban nincsenek emberkék. Na az például egyébként kíváncsi vagyok, hogy hogy dől el az, hogy az adott gyerkőc az melyik irányba jut el munkaügyben, illetve hogy melyik munkát fogja megszerezni. Azt viszont látom, hogy az iskola épül következő körben a kövekből. Így van. Tehát akkor végre egy iskolát fogunk kapni a következő körben. Azt mondom, hogy az iskoláig legyen meg egy út. Merre vagy te, utacska? Itt vagy az utacska. Ja, de ez a lebontja az utat jellegű dolog. Ez jó lesz, és egyelőre dört utat építünk. Na, tökéletes. Esik az eső. És ha jól látom, elkezdtük a tököket betermelni. Jól látom? Jól látom, elkezdtük a tököket betermelni. És egyből... na, remélem találták aját. Városlakó Bört. A 6 éves Bört.
Hát nem tudom, remélem szerencsénk lesz, hogy még megoldódnak a problémák. Minden esetre a hal is kezd szépen tárolódni, azért azt is hozzátehetem nyugodtan. Már csak tényleg a követ kell megvárnunk, és akkor az iskola épülhet. Lehet, hogy azt csinálom, hogy megvan az út? Megvan az út, azt jó, megcsinálta itt valaki. Jó, ott azt a követ elszedjük, és abból is lesz ugye maradék. Ott dolgozik az emberkém. Kölyért meg is van. És remélem egyből a... Nem, ezt most valahova máshova viszi. Ó, meghalt egy... Kőemberkénk halt meg, úgyhogy már csak ketten vannak. Hát remélem nem a nagy veszteségbe küldjük a városunkat. Már csak egy darab kő szükséges az iskolaháznak a megépítéséhez. Illetve a kellékeihez. Remélem pillanatokon belül megérkezik. És addig nem akarok továbbfejleszteni egyébként, őszintén mondom. Amíg ugye a kő az meg nem érkezik, ott érkezik, és akkor ebben a pillanatban megkezdődhet a építkezés. Na lássuk, hogy hány emberünk van rá, hogy építkezzen. Ott az egy ember. Várjál, így tudok forgatni. Ott a második ember. Jó van, megvan a két emberkénk. Csak szerintem most be kell menniük kajálni. És megint csak egy emberünk van. Jó van, Donomani is rendben van. Játszadozik. Na, ott van a két emberünk. Jó van, jó van. Mindjárt kész az iskola. Hú, de jól néz ki már rögtön így. És akkor utána a házak következnek, hogy a birodalmunkat bővítsük. Itt látom az utat, hogy ki merre megyenget. A halas irányába is kéne egy utat építeni, szerintem. Elkezdjük ezt a fajta utat megépíteni. Legyen így. Na, mennyi hiányzik? Már csak egy pillanatok kérdése. És megnyílt az iskola! És be is indítottuk a munkát, úgyhogy akkor... igen, csak nincs tanárunk. Niveli lesz a tanítónk. Remélem bírni is fogja a csenevész diákokat. Na. Ajaj, viszont megjött a tél. A nagy kérdés, hogy készen állunk-e a télre. Hát van itt két probléma. A következő kérdés, hogy hova épül a következő faház? Hát nyilván a sarokba. Jó van, ez jó. Ez jó döntés, hogy oda épül. Most egyelőre első körben én azt szeretném mondani. Na, mi a problémád kérdésem? Ennek a városlakónak nincsen munkája, azért, mert még nincsenek beküldve a diákok a suliba. Ö,
nem elérhető a location. Illetve nem elérhető a tanítás. Na, de miért nem? Na, mindegy. Az a probléma, hogy továbbra is a ház az nagyon le van fogyva. De hát remélhetőleg... remélhetőleg eljutunk oda, hogy tudjunk egy kicsit... Aha, egyelőre még csak kettővel tudunk. Hát ez itt egy probléma, ide majd állatot kell hoznunk, méghoz egy olyan állatot, akivel... Miért nem viszel haza kaját, Istenem? Könyörgöm. Most vissza haza, de nem oda, hanem a másik helyre. Jó van. Remélem megoldódik a kaja a probléma. Jó, úgy látom, hogy megoldódott a kaja. Hát csak egy pillanat erejéig. Jó, kéne dolgozni a kaján, mert ez így nem állapot. Halon tartjuk magunkat, csak is kizárólag. De hát ehhez népesség kell, az a probléma. Még egy kő kell, és akkor ez a kőház itt megépülhet. És akkor remélhetőleg akkor picivel több lehet a népesség. Hát nyilván hosszú távon eljutnánk ide, hogy errefelé is fejlődjünk tovább, csak hát ugye ahhoz még nagyon nagy fejlesztések kellenek, és most már egyre több helyen vannak gondok az éhséggel. Nem tudjuk, mennyibe kerül az upgrade-elés? 10 kőbe. Hát még azt építsük meg először, és csak utána szerintem. Utána dolgozzunk ezzel. Na, ott megy a kő, ha jól látom. Nem? Ez most más volt. A tűz. Tüzelő anyag. Na, megint az Elminerra. Ez a kiéhes, nagyon szegényke. Na, most viszi a kaját. Remélem még van annyi ideje, hogy elvigye. És miért egyből ott, miért a storage bánba, miért nem egyből haza? Na azért. Na megoldott a probléma, viszont ezzel be is kajálta. Hajjaj! Mire vártok ennyire sokan? Ja, mindenki állt így egy pillanat erejéig. Itt van egy kis tavacska, gyönyörű szépen néz ki. Jó, egy kicsit a környéket felfedezhetjük, amíg itt zajlik itt az építkezés. Nyilvánvalóan itt először ezt a térséget fogjuk egyébként belakni. Rengeteg a kő, hála az égnek. Úgyhogy itt nem lesz belőle gondunk. Hát elsőként ezt a területet kéne majd itt belakni. Csak hát először el kéne készülni ennek a néhány faháznak, hogy aztán bővítsünk. Na megvan, már csak a logra kell várni. Ez csak firewood. Akkor viszont rá kell küldenem valakit. Aha, aracsony a firewood. Na akkor ráküldök valakit a favágásra. Ezen a területen. Bocsánat, őzgidák, akik ott laktok. Na, itt most a falusiak most... Jézusom, belettek rendelve, oda néz. 3, 4, 5, 6. 6 favágó indul gyorsan. Ez jó. Köztük a tanár is egyébként. Ez jó. Mi
Jajjaj, mondjuk a kajás, emberkénk is azért beindult ide. Az nem vagyok benne biztos, hogy jó megoldás. A kajásunk is ott van. Hát igen, elfogyott a firewood, ami probléma, mert hogy nem tudom, hogy mire hogyan készül a firewood. De lehet, hogy a firewood helyett most logot fognak használni. Ahhoz, hogy... Hát igen. Hát szerintem most első körben... Nem, a logot használják most építésre. Bocsánatot kérek a háttérzajokért. A napi itóka elfogyasztva. Hát igen, majd erre is lehet fejlődni, és ez lesz majd a következő irány, én azt gondolom. Ajajaj! Builder, Stonecutter és egy gyerek is belehalt. Jaj. És ezzel... Nincsen bányászunk, aki dolgozzon. Na, itt jön mindjárt a kihalás, azt hiszem. Jajajajaj. És még egy halott. Egy másik gyerkőc is belehalt sajnos. Ó, basszus, nincs jövőnk. A suli az korai volt, látható. Na viszont elkezdődött az első faháznak a megépítése. 30 munka időbe telik. Közben pedig ugye itt is szedjük le a dolgokat. Majd a kövek lesznek a következő feladat, de szerintem azt még most hagyom. Ott a faház, és egyelőre még lakatlan, de nem sokára megoldódnak a gondok. Ki kéne találni, hogy mi legyen a... Erre, csináljuk meg a követ. Jó, kőbeszedés megtörténik. Ezzel is ugye kicsit a itteni tömeget ezt megpróbáljuk megoldani. Azt mondom, hogy lassacskán elkezdhetnénk egy kis fejlesztést. Ez a ház ott az teljesen meghalt. Az ottani család teljes egészében belehalt. Annak nem túl jól, nem túlságosan örülök. Hát ez ilyen nagyon nüanszokon fog múlni, ez a tél most mindenünket elvitte. Várj egyébként, a kvariban mit is szerezünk? Stone-t, tehát kövecskét. Jó. Hát most ez a ház az, ami most a halászék háza az, ami nagyon rendben áll. Na viszont megtörtént az, hogy... Jaj, nem, azt hittem már vége a télnek, de hát még havazik. Na és elkezdték a köveket is feldolgozni, annak is nagyon örülök. Jaj! Jó van, jó van, egy kis újabb területet sikerült a természettől elnyernünk. És ide költözött az építészünk, Miley. Jó, én azt mondom, hogy ugye megtaláljuk, hogy melyik az, akinek... szerintem a halászét felújíthatjuk. Upgrade-eljük az ő faházát. Elkezdjük itt most ezeket a házakat felújítani. Lehet, hogy még kicsit luxusnak tűnik a dolog. De megnézzük, hogy első körben ez hogy néz ki. Igazából első körben inkább ővelük kellett volna foglalkozni, de mondjuk a kőszedés az működik. Hát igen, kéne a falusiakat szépen. Hát igen, ez most nagyon-nagyon ilyen kérdőjeles, hogy ez most sikerül-e megoldanunk-e vagy sem.
Ezt akkor feljavítjuk. Na, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog kinézni, és meddig fog tartani ennek a háznak az upgrade-elése, átépítése közben. Itt azért szépen továbbra is döntik le a területeket, hozva létre a fákat nekünk. Itt szép kis tisztásunk lesz majd. Hát mondjuk a falu központjába beépíteni a kvarit nem biztos, hogy egy jó ötlet volt. Hát ha itt lesz így a városkánk nagyjából. De lehet, hogy erre fogunk fejlődni majd következő körben, de hát az még nagyon messze van, még meg kéne először a falusiakat, illetve meg kéne biztosítanunk kéne azt, hogy többen legyenek. Egyelőre vannak üres házak. Ez is üres ház. Vannak gondok. Jó, szerintem igen, és a tanár is most egyelőre. Leadjuk a tanárt, azt mondom. Kell nekem most inkább a kő emberkére a kvariba, hogy legyen kőünk. És közben van favágunk. Jaj, de jó. Ja, igen, mert ők csinálják a... Szerintem ők csinálják a logot. Így van. Tehát ők a logból csinálnak firewoodot. Jó van, értem a dolgot. Igen, mert elkészültek a logok, és igazából itt már csak a kőre várunk a faházak tekintetében. Úgyhogy igazából most ennyi múlik a dolog. És mindjárt elkészül itt egy újabb faház egyébként, de hát addig, amíg ezeket a faházakat nem hajlandóak benépesíteni, addig hát nem tudok velük mit kezdeni. Kaja gondok vannak, amit nem tudom, hogy orvosoljak. Mert úgy látszik, hogy nem lett elég a dolog. Hát egy férfit küldtünk, jó, azért az jó hír. A munkába. Hát... Nem van, nincsenek jó kilátásaink, itt már megint elkezdődött az éhezés. Mondanám azt, hogy küldenék ide még halászt, de egyelőre... Na, az elkészült, jó van. Készül az újabb faház. Hát lehet, hogy az lesz, hogy még lesz egy halászat. Ha lesz rá emberünk, persze, tegyük hozzá. Na, itt lett két gyerkőc, jaj, de jó. Halászék ki, na, minden rendben van. Reménykedem egyébként, hogy nem volt korai ennek a parancsnak a kiadása. Minden esetre épül a ház. Aminek nagyon örülök, és ha jól látom, azért jelentősen növekedik a firewood szám. Igen, elvégezték a favágási területet. És ha jól látom, megkezdődött a termesztése a növényeknek, illetve az újabb tök termesztés. Jól látom. Elfogyott a log. Na. És hát négy házban megint kaja gondok. Hát ez nem alakul jól. Hát ebből halál lesz. Szerintem a következő adásra, ha nem tudjuk ezt megjavítani. A farmerünk meghalt. Van még emberkénk van. Hát...
Azt hiszem, ennek a városkának rip. Az viszont, hogy tényleg így van-e, következő adásban megtudjátok, mert lejárt az adásidőnk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!